misszionáriusod lehessek. Amen. Sapkának az igazi helye hol van? Hol az igazi helye? Hát a fejben. Szívem első gondolatja. Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is kénytelen. Téged áldlak és imádlak, így szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedvestem. Legyetek erősek, vidámnak kell lenni. Az életben legyetek türelmesek, hogy kívánjatok bizonyos dolgokat, hogy bekövetkezik. Én sosem álmodtam arról, hogy eljussak Indiába, mert ez egy megvalósíthatatlan volt az én számomra. És aztán csak ott találtam magam, Indiában. Nektek is az életben olyan sok minden lesz, amiről álmodtok, és esetleg nem fog megvalósulni, amire meg nem gondoltok, egyszer csak bekövetkezik. Ma itt a görög katolikus templomban szintén a mi Urunk Jézus Krisztusnak igen kedves szolgája, nagy mártír, Szent Panteleimonnak az ünnepét tartjuk. Róla szeretnék nektek egy kicsit beszélni, mert a szentek társasága olyan, mint egy nagy család. Mint ez a tábor is. Egy nagy család, egy nagy egyház. Több helyünnét vagytok, de mégis egy nyelvet beszéltek, a szeretetnek a nyelvét. És ebből a szempontból szeretném nektek bemutatni a keleti egyháznak ezt a nagy gyógyító szentjét, akiről úgy emlékezik az egyház, mint nagy vértanú és ingyenes orvos, ingyenes gyógyító. Emeljük föl szívünket. imádkozva, ezért a hazáért, az üldözött keresztényekért, az Indiában élőkért és mindenkiért. Köszönöm, Uram, hogy a magyar nemzet gyermekévé tettél. De túl minden országon és nemzeten életem nagy célja a hegyi beszédben meghirdetett Isten országa. Egész életemet úgy, ahogy tőled kaptam, az Isten országa építésére ajánlom. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban és az örökké valóságban. Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. Ámen. Jézus, jóság és irgalom Istene, aki megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy közöttük, íme most összegyűltünk, hogy a betegekért imádkozzunk. Részvétedet kérjük számukra, és kérünk, fordítsd feléjük arcodat, hogy testi-lelki erőt és békét nyerjenek tőled. Te vagy az Úr, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, hálom neked, által élek. Megszabadítottál, engeles voltattál, tested és élet adtál, hűséget értel. Halleluja! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Harson álljad, énekeljed, új királynak új dalod. Boldog várad, szálljon híred, növekedjék dicsőséged, vízhangozzák századok. Krisztus földről himnusz szárnyal, hozzád, aki keresztfáddal, magadhoz vonz népeket. Engedjetek Jézusommal egy vonatban utazni, szegényekkel, módosokkal egy kérésre dalolni. Édes Jézus, kérlek, légy szívemmel boldogabbá, minden szem. És gyalog mentek, és imádkozták a rózsafűzért. És volt egy elimádkozó néni, mondjuk 40 kilométerre, hát ott sok szándékét kellett imádkozni. És az elimádkozó néni mondta, betegek, szenvedők, hazáért, családokért, ifjúságért sorolta. De mire Szent Kúthoz közel értek, kifogyott már, úgy kiért imádkozni. És egyszer csak azt mondta az imádkozó csoportnak, most pedig imádkozzunk egy 10 rózsafűzért, ami plébánosunk nagy bűnös lelkéért. Úgyhogy imádkozzatok az én bűnös lelkemért. És gyertek máskor is! Csapatostól vannak, tudjátok, egymás mellett mutatják, hogy milyen nagy fiúk, érted? De ez 50 éves korra is jellemző. Jövünk ki vettem kávét, nem jövünk ki 3 ilyen 50 éves körüli kosas, és akkor elmegyek köztük, és az egyik így visszajön. Na, mi van? Kóborapácák is járnak erre. Először gondoltam, hogy hagyom, Jézusom nagy a szája. Aztán mondtam, dehogy hagyom. Aztán visszafordultam és mondom neki, ó, nem biztos, hogy olyan kóbor az van, annak célja. Visszafordult a 3 férfi, és ha láttátok volna, mint a Bad Benzel film, amikor 3 pofont kapnak, igen. Ugyanazokat a szavakat jut eszembe, adjunk hálát mindenért. Szent Mise maga hálaadás Istennek, Atyának, Szentlélek által, a Fiú áldozatáért, az Úr szeretetéért. Ebben a Szent Misében szeretném imádkozni, megérni értetek. Ajánlom ezt a Szent Misét értetek szeretettel, hogy a szeretet uralkodjon felettünk, bennünk, körülöttünk. Egyetértés és béke, nyugalom legyen életünk folyamán. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésetek van, menjetek végébe.